Hivatalosan is átadták a forgalomnak a keleti elkerülő, az M1-es autópályát, a győri iparteleppel összekötő szakaszát. A beruházásnak logisztikai szempontból rendkívül nagy szerepe van. Győrött működik a világ legnagyobb motorgyára, amely ráadásul folyamatosan növeli a teljesítményét, a kapacitásait. Ehhez nekünk a logisztikai környezetet is, a logisztikai fejlesztéseket is hozzá kell tennünk. Ezért tehát a kormány több döntést is hozott, amelynek az a lényege, hogy Győr logisztikai környezete tudja tartani a lépést az egyre bővülő ipari teljesítménnyel, amelyet alapvetően az Audi kapacitás bővítései diktálnak. Simon Robert Balázs, a megyei fejlesztések miniszteri biztosa elmondta, a munkahelyteremtés és a gazdaság további erősítése szempontjából elkerülhetetlen volt a beruházás. Győr városa a gazdaság szempontjából mondhatnánk úgy, hogy Magyarország egyik fővárosa, hiszen azok a cégek, amelyek itt működnek, gondolok itt az Audi Hungáriára és az ipari parkban működő több mint 100 cégre, ezek több mint 2%-ot tesznek hozzá a magyar GDP-hez. Ezen munkahelyek megközelítése szempontjából, az áruszállítás, a logisztika szempontjából kiemelkedően fontos ez a keleti elkerülőút. Az első szakasz megépülésével az M1-es autóútról percek alatt elérhetőek a térség kiemelt fontosságú gazdasági egységei, hamarosan megkezdődnek a második ütem munkálatai is. A második ütemnek a tervezése már befejeződött, építési engedéllyel rendelkezünk. Egy 3,8 km-es útszakasz, amely, ahogy már elhangzott, az egyes útig vinné tovább a keleti elkerülőt. Itt szeptember 12-én már megtörtént a közbeszerzési kiírás is, úgyhogy a terveink szerint már a következő év tavaszán elindíthatjuk a munkálatokat, és következő év végéig végezhetünk is a második ütem megépítésével. A harmadik ütemben pedig az 1-es számú főút és a 14-es számú főút összekötő szakaszát építik ki. A három ütemes beruházás célja a gazdaság erősítésén kívül az, hogy az észak-déli irányú forgalmat kivezessék Győr belterületéről.